Jó estét kívánok, sziasztok! Ti egyetek nyugodtan. Azt hiszem, hogy ez belefér a kapcsolatunkba. Szóval az úgy áll a dolog, hogy a zsidóságnak komoly mondani valója van az egészségről és az egészség megőrzésről. Nem tudom, tudjátok-e, de van egy híres vita, komoly vita a korai rabbi között, középkori rabbi között, abban a tekintetben a vita abban áll, hogy vajon a Noé-féle özönvíz, amely mondjuk 4300 éve volt, a Noé-féle özönvíz előtt a természet törvényei mások voltak-e, mint a Noé-féle özönvíz után. Ugyanis van egy olyan vélemény, és legjobb tudásom szerint ez a vélemény van többségben, ami azt mondja, hogy a Noé-féle özönvíznél megváltoztak az élet törvényei. Ezért is lehet az, hogy amikor az ember olvassa a Bibliát, akkor azt látja, hogy a Noé-féle özönvíz előtti karakterek nagyon sokáig éltek, ugye Noé maga is 600 évet élt, Ádám 930 évet élt, a leghosszabb életű ember, ugye Matuzsálem, Metusalach, ő 969 évet élt, szóval jó sokat. És a legtöbb rabbi úgy tartja, hogy a Noé-féle özönvíz, a Noé korában világot elpusztító özönvíz, az nem csak egy természeti jelenség volt, és nem csak az emberiség, illetve a szárazföldi állatok pusztultak el, hanem megváltoztak a természet körülményei is. Mit tudom én, ózondúsabb volt a levegő, vagy ózonritkább volt a levegő, nem tudom melyik az egészségesebb, látszik, hogy mennyire vagyok felkészült, és az emberek tovább éltek ezért. Sőt, más dolgok is lehettek, a levegő kémiai összetétele, mit tudom én. Ezzel szemben van egy másik álláspont, ami azt mondja, ebbe az álláspontot osztja a Maimonides, a híres Rambám, a 12. századi híres filozófus, és orvos, és rabbi, és törvény, vagy döntnök, aki úgy tartja, hogy a Noé-féle özönvíz nem történt semmi, a világ az olyan, amilyen volt előtte is, meg utána is. Egyszerűen csak azért éltek tovább az emberek, mert a körülmények jobbak voltak. Nem stresszeltek, sportoltak eleget, biztos koleszterin szegény diétát fogyasztottak, vagy nem ettek glutént, meg fehérlisztet, meg cukrokat, és igazából mondja Maimonides, vagy hát legalábbis ez lenne a logikus következtetés, hogyha mi is kicsit jobban odafigyelnénk magunkra, akkor mi is élhetnénk akár 900 évet, meg 600-at, meg 400-at. És képzeljük el, hogy Ábrahám, aki 180 év, most bajban leszek, hogy összekeverem, hogy melyik ősatyánk mennyit él, de bőven 150 fölött élt, akkor ez milyen sok lehetett, hogy Ábrahám még találkozhatott Noéval, egyébként ez csak érdekesség. Ábrahám kb. 30 éves volt, mikor Noé meghalt, úgyhogy akár még össze is futhattak az utcán. Milyen sok lehetett, hogy Ábrahám generációja már jelentősen rövidebb időt élt, mint Noé, nem is kevéssel, 400 évvel. Jó, hát 180 év is sok, meg 170 év is sok, meg 149 év is sok, de hát azért mégsem 600. Miért mondom ezt? Ezt azért mondom, mert van egy másik híres talmudi történet, vagy egy híres talmudi kijelentés, amely úgy tartja, hogy Jákob ősatyánk, aki a harmadik az ősatyák sorában, Jákob ősatyánk volt az, aki bevezette, vagy könyörgött Istenhez, Szemtom Magdonnal tudod, hogy ő könyörgött Istenhez azért, hogy legyenek betegségek. Nem azért, hogy fájdalom legyen az embernek, hanem azért, mert Jákobig, ugye Jákob cirka mondjuk 3000 évvel ezelőtt élt, és Jákobig az emberek, tudjátok, hogy haltak meg? Úgy haltak meg, hogy tüsszentettek egyet, és meghaltak. Amikor eljött valaki, ugye? Nagyon szép dolog. Mármint tüsszenteni is szép dolog. De hogy úgy, amikor eljött az embernek az ideje, hogy meghaljon, akkor tüsszentett egyet, és kitüsszentette a lelkét. Ugye a kommentátorok felhívják a figyelmet, ugyanúgy, hogy Isten lelket lehelt az emberbe, ugye lelket fújt az emberbe, lelket lehelt az emberbe, ugyanúgy az ember kilehelte a lelkét, ahogy mondani szokták. Ugye, ahogy bement, úgy bejött, úgy ki is megy a lélek, és akkor Jákob pedig imádkozott Istenhez, hogy hát az nem jó, hogy emberek nagyon hirtelen meghalnak, mert nem tudnak a rokonok, feleség, férj, unokák, gyerekek elbúcsúzni tőle, és nem tud imádkozni sem a gyógyulásért, ami nagyon fontos, mert a gyógyulás bár az orvosok kezében van, de Istentől jön.
Ezért jó az, hogyha az ember fel tud készülni. Először is a betegség az imádkozásra sarkalja az embert jó esetben. Nem mint hogyha ez egy hasznos dolog lenne bármilyen szempontból a betegség. Mégis van egy ilyen vetülete. Másrésztről pedig időt ad az embernek felkészülni a végre. Oké. Betegnek lenni nem jó dolog. Egyébként a tűszentéssel kapcsolatban csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy ha körbenéztek mondjuk az Enciklopédia Britannicában, akkor azt látjátok, hogy nagyon sok kultúrában, nem csak a zsidó kultúrában, nagyon sok kultúrában, van ősi kultúrákban, van szokás valamit kívánni, amikor az ember tűszent. Tehát ez bizonyítéka lehet ennek a midrásnak, illetve ennek a talmudi gondolatnak, hogy a tűszentés az valami rossz dolgot jelenthetett régen, mert találunk az ősi görög szokásjogban is ilyet, az ősi szanszkrit szokásjogban is ilyet, hogyha az ember tüsszent, akkor minden nyelven mondunk valamit. És nem csak most, már 3-4 ezer évvel ezelőtt is mondtunk valamit, az ember tüsszentett, az ember köhögött, akkor meg nem mondtunk semmit, csak most, hogy Robitus szín, de amúgy korábban nem mondtunk semmit se, csak a tüsszögéskor. Ez bizonyítéka lehet annak, hogy a dolog az így működött. A Maimonides, az előbb említett Maimonides, ő orvos is volt egyébként, és egy híres orvos volt. Ugye mi a rabbinikus irodalomban búvárkodók, Maimonidesnek leginkább a vallásjogi, illetve a kommentári tevékenységét ismerjük, de Maimonidesnek nem ez volt az egyetlen tevékenysége. Ő írt filozófiai könyveket is, amelyek mai napig is népszerűek, de kevésbé népszerűek, mint a vallásjogi művei, és írt orvosi műveket is, amelyeket egyébként, ha jól tudom, akkor az orvosi egyetemen még valamilyen szinten tanulgatnak, nem tudom pontosan milyen szinten és kicsodák, de írt orvosi műveket is. A Maimonides úgy tartja, neki számos egészségügyi tanácsa van egyébként, ami bekerült vallásjogi kódexekbe is. Például, jó étvágyat mindenkinek, azt mondja Maimonides, hogy nem jó, hogyha az ember többet eszik, mint a befogadó képességének a háromnegyede. Legyen az ember, ne akkor hagyja abba az ember az evést, amikor degeszre ette magát, már nézést a pestés megfogalmazásért, hanem annak előtte hagyja abba az étkezést, meg hogy melegítse fel a testét, mielőtt étkezik például, tehát hogy na jó, hogyha az ember nem tudom, lefürdik, vagy nem tudom pontosan milyen módszereket javasol arra, hogy melegedjen fel a teste, mert az segíti majd az emésztést. Ugye az ókorban nagyon sokat foglalkoztak azzal, meg a középkorban is nagyon sokat foglalkoztak a különböző emésztési problémákkal, de majd az foglalkozott szív problémákkal is. A Talmud is jelent sokat foglalkozik szív problémákkal, mint az egyik jelentős nem tudom, megbetegedési forrás. Nyilvánvalóan azzal a kifutással, hogy hát az embernek foglalkoznia kell ezekkel, és meg kell előznie a különböző betegségeket. És akkor itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy tulajdonképpen ugye erre a Tóra hívja fel az ember figyelmét, mármint arra a tényre, hogy az embernek vigyáznia kell magára, vigyáznia kell az egészségére. Ugye nem, a betegséget azt nem csak gyógyítani kell, hanem talán még ennél egy fontosabb dolog az, hogy az ember előzze meg. És éljen olyan életet, amely fitten és egészségesen tartja a testet. A Mózes 5. könyvében olvasunk erről először, úgy fogalmaz a Tóra, Venismártem, meod lenafsotéhem, és vigyázzatok nagyon a lelketekre. És itt a lélek alatt a Tóra az ember testét érti kifejezetten, nem pedig a spirituális egészséget, ami szintén nagyon fontos, de a testi egészséget érti a Tóra. Szóval egy másik hely, ahol a Tóra arról beszél, hogy Vesamru lachem, hogy vigyázzon az ember magára, és általában a Tóra sokat, vagy mondom, nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az ember vigyázzon a testére, vigyázzon az egészségére. Miért? Azért, mert az ember teste az kölcsön van, kölcsön kaptuk Istentől, nem a miénk, és mint minden kölcsön kapott dologra, illik vigyázni, mert előbb-utóbb el kell vele számoljunk, mint minden kölcsön kapott dologra. Megszületünk erre a világra, teremtő jóvoltából megszületik a gyerek 3 kilósan, 3-4 kilósan, Isten segít, és aztán terebélyes emberré gyarapodik, majd az életünk végén el kell számoljunk a testünkkel, mit csináltunk vele, mit tettünk azért,
hogy az az edény, amely a lelkünket tárolja, költői kép, az edény, amely a lelkünket tárolja, az egészséges tárolózó, ez megfelelő tároló eszköze az isteni léleknek, ami az emberben lakozik. Ugye erről sokat beszéltünk, hiszen hát az emberben isteni lélek lakozik. Ezt megfelelő módon kell tárolni, csak úgy, mint itt vagyunk a zsinagógában. A Tóra tekercs, ami egy szent tárgy, egy annak megfelelő szekrénybe, dobozba helyezzük, nem pedig, nem tudom, letesszük a padra, vagy Isten ments a földre, ugyanúgy. Az emberi lélek, ami sokkal szentebb tárgy, mint egy Tóra tekercs, hiszen ez maga Istennek egy darabja, azt is egy olyan edényben kell tartani, ami ennek megfelelő. Úgyhogy vagy záróakkordként csak annyit tudok mondani, hogy kötelességünk vigyázni a testünk épségére, mindent meg kell tegyünk azért, és ugye az, hogy a Maimonides milyen tanácsokat adott a 12. században, ennél már vannak korszerűbb preventív tanácsok, hogy miként vigyázhatunk az egészségünkre, és bár a preventív tanácsok ma is változnak, amit tegnap igaz volt, az nem biztos, hogy igaz ma, és nem biztos, hogy igaz, ami ma igaz, az holnap igaz lesz, de az biztos, hogy kell hinnünk és bíznunk az orvosokban, akik a legjobb tudomásuk szerint fogják számunkra meghatározni azt, hogy mi az a mód, ahogy tudunk vigyázni a szent testünkre, és ahogy kell vigyáznunk egyébként a szent lelkünkre is. További kellemes estét kívánok!